A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nagyhajrót kérem a színpadra. Egy már. Gyertek ide. Észkulsz, Feró? A jó Isten kell, hogy segítsen most komolyan. Egyedül nem tudom megcsinálni. Csak az Úristen segít. Minden segít? Mindig szokott segíteni. Dicsértessük az Úr neve. Menjünk. Yeah!
1976-ban írtam ezt a dalt, és szerintem mai napig büszkén vállalom. Ez egy igazán gyönyörű és kőkemény funky dal. Na, gyertek csajok, gyerünk befele! Ha van valakinek kedve táncolni, jöjjön! Városi tengeren is túl volt egyszer egy farkas kölyök, hallgass meg történetét. Elunta
a szüleim meséjét, a meddő vitatkozás elszökött. Otthonról végleg, hogy elkezdjen egy új mesét. Mesét! Elment a városba, metróra száz, kutyába se vették. Az aluljáróban kergette a sintét, kutyának nézték. Jó pénzért elmehetett volna ugatni a ház körül, de rákapott a piát. És úgy érezte szabadon ég, de minden miért? Úgy érezte szabadon ég, jóra nevelték. Úgy érezte szabadon ég, de minden miért? Úgy érezte szabadon ég, jóra nevelték. Úgy érezte szabadon ég. Elment a városba, metróra száll, kutyába se vették. Az aluljáróban kergette a sintén, kutyának nézték. Előttetek a közönség előtt. Nektek köszönhetünk mindent. Yeah.
börtönbe zárod, akkor is a gondolatom szabadon szállhat. Egy őszinte szó feléd a válasz hangom, itt bennem élek. Szavakkal szó nehéz, egyszer majd megértem, amíg a szó csak kérden áll, a gondolat messze száll, amíg a szó csak kérden áll, a gondolat messze száll. Elmondani nem tudom. Kivárom. Ezt hallgass meg, hogy milyen nótát írtunk! Nem volt szívem elmondani nekik, hogy semmi értelme az egésznek! Iszonyatos az őrzavar, mennyi precízen rendezett a világ. Fogas kerekek egymásba marnak, a fordulnak, forgat a kényszer. Kizárva önmagamból, tartom a pofám, amíg szétrobbalok, a gyújtó zsinórra, holnapra leég, nem marad más, csak bomba töltsér. Félek, ez így nem jó, ha ez nem baj.
is jött. És az egyik koncerten arra gondoltam, hogy ugyanúgy, ahogy hát mai napig ugye megy a Kossuth téren ugye a zászló felvonás, mi is csinálunk egy hasonlót a színpadról, és hát felhúzzuk Beatrice ország zászlaját. És akkor kiadtam parancsba a zenészeknek, hogy csókoljuk meg a zászlót. Na most jön a java. Én hülye azt mondtam, hogy hölgyeim és uraim, legyen ez a zászló az összetartozásunk jelképe. Másnap már rendőrségen voltam. Így volt, ezt komolyan nem felejtem el. Le is ülök ide. Jó napot kívánok. Ugye tudja, miért van itt? Megmondom őszintén, nem. Nem tudja. Milyen szervezkedést hirdetett meg maga a tegnapi koncertjükön? Mi az, hogy összetartozás jelképe? Nem fogjuk eltűrni, hogy a szocialista államrend ellen szervezze a fiatalokat. Adjad már, örültem nekem a dolognak, legalább nem vertek meg. Biztos ő is akarta a jót, és a napfényre vár.
Sokszor rám tör a depresszió egy könyv. Lefolyik az arcomon, ha elhagy mindent, hát meghalok. Imádtok a rock and roll-t. És persze imádtuk a csajokat. Abban az időben ismertem meg egy
egy tündéri kis szőke csajt, aki 20 évvel volt fiatalabb nálam. Próbáltam meggyőzni, hogy nem én vagyok az ő esete. Én voltam 36, ő 16. A mai világban már nem a nagy dolog, mert bármikor előfordulhat, hogy egy 70 éves kislányba beleszeret egy 20 éves öregember. Ezt a dalt én még életemben nem énekeltem el, mert ez a dal igazából még a Bikini zenekarnak írtam, D. Nagy Lajosnak. Úgyhogy ha nem tudom olyan jól elénekelni, ne bocsássátok meg, ez volt, de megpróbálom. Csak annyit szeretnék mondani, így egyszerűen. Nem tudom másképp mondani. Szeretlek. 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 Félek az éjszakának mindjárt vége, és félek attól, hogy reggel majd idegennek érzel. És gyűlölöm a hajnali napsugarat, és gyűlölöm, hogy újra egy napig várnom kell téged. Telepen. Egy kis szobában laktam anyámnál. Oda járogatott föl hozzám a kisgácsi. És egyszer egy reggel 9 órakor kinyitottam a szemem, és ott állt egy gyönyörű tündér az ágyamnál. Nem bírtam tovább.
fölnéztem az égre, és azt mondtam neki, Uram, miért ne vigyázol jobban az eltévedt kis báránykádra? Aztán berántottam az ágyba. Sok beszéd, hova lesz a szép remény? Lát,
Yeah.
Sok gyerete! Legyen sok sérülés!
Régi öreg barátom, Korda Gyuri. Nem vagyok ideges, fő a nyugalom. 100 évig élek én, ha így folytatom. Wow! Nem hiszem el. Arcomon csak mosoly lehet és derű. Mert az élet végső fokon nagyszerű. Vidáman így énekelem, énekeljék én velem, nem lesz ne. Ferókám! Gyuri bácsi! Mit csináltok ti itt? Hát, megmondom Gyuri bácsi őszintén, hogy készülünk az Ori vizsgára. Na, ne röhögtös, Ferókám! Kiugrik az összes hajhagymám! Ki volt az a marha? Hát a... Aki berendelt ide titeket? A családi elvtárs? Hogy az egy mekkora... Én, mint a zsűri elnöke, biztosítatlak, hogy meghallgatás nélkül is, engedély nélkül is megkapjátok az engedélyt, anélkül, hogy meghallgattálak mit benneteket. Miket beszélek, össze vagyok zavarodva. Várjál, Gyuri bácsi, nem. Mi most készültünk erre a vizsgára. Igen? Úgy készültünk, hogy egy kicsit megszívatjuk a zsűrit, és engedd meg, hogy mi fellépjünk itt, mi csináljuk a bulinkat. Na. Akkor te mit? De mindenképpen játszani akartam. Na! Hát akkor én nem foglak megakadályozni titeket. Hajrá, Ferókám, hajrá, fiúk, hajrá! Köszönöm, Gyuri bácsi, tudod, hogy szeretlek. Na, akkor figyeljetek ide. Most végre itt vagyunk. Megmutatjuk az igen tisztelt szocialista elvtársaknak, hogy a szocialista kultúra a... felismeretetlenségig le van szarva! Kedves vizsgabizottság, mi erre az alkalomra külön készültünk, hogy bemutassuk, hogy hát valamennyire tudunk zenélni, úgyhogy hallgassák meg az egyik ilyen zenei szvittünkből, a Közel-Kelet a helyzet kulcsa, ez volt már 81-ben is, igen, és ebből a ciklusból szeretnénk eljátszani egy dalt. Mi volt a dal címe? Nem tudod, vettek? Melyik? Civilizáció. Ja, civilizáció, igen, jó, hogy ő emlékszik, amely már... Na, tehát a Civilizáció című dalunkat. Tessék parancsolni, tessék! Egy, két, egy! Hoppá! Bam! Tudtam, hogy csak te lehetsz egyedül, csak feleség!
All in, felugam, all in! All in! De sajnos azt kell, hogy mondjam nektek hivatalosan, hogy nagy csalódást okoztatok Gyurri bácsinak. Sajnálom, felukám, hajrá, felukám.